Szeptember 8-án rendezték meg Budapesten az immár 27. Nike félmaratont, melynek útvonala a belváros legszebb részeit is érintette. A több mint 10 000 indulók között rekordlétszámmal képviselték magukat városunk amatőr futói is. Közel 40 résztvevő volt bajáról, ezen belül is csapatunkból ilyen 30-32-en mentünk, külön busszal kellett felmennünk. Örülök annak, hogy voltak olyan indulóink, akik még nem indultak félmaratoni távon, illetve olyanok is, akik nemrég kezdtek el futni, és így páros csapatként vettek részt a versenyen. Nagyon jól sikerült. Külön öröm számunkra, hogy városunkból Karajkó Sándor 1 óra 11 perces idővel a 10. helyezést érte el. Ez körülbelül 11.400 induló volt összesen a versenyen, abból is a félmaratoni távon olyan 7.000-7.500 induló volt. A félmaratont ezt azért nevezik félmaratonnak, mert azok indulnak itt, akik nem mernek maratont futni. Hát az is a szlogenje a Nike félmaratonnak, hogy a legyőzhető távolság, azoknak találták ki ezt a versenyt, akik elkezdtek futni, és a maratontól még félnek, és egy közbenső versenyként ezt a távot szeretnék megpróbálni, hiszen aki ezt a 21 kilométert legyőzi, már egy olyan önbizalommal rendelkezik, hogy utána már neki vághat esetleg a következő év a maratonnak a felkészülés során. A bajai futók versenynaptára igen sűrű a továbbiakban, hiszen most hétvégén rendezik Pakson az Atom 100 sorozat 4. záró állomását, ahol 33 kilométert kell teljesíteni. Ezt követi egy hét múlva a Bonyhád Bátaszék a maga 23 kilométerével, majd szezonzárásként október 7-én a budapesti Spármaraton, amin több távon is rajthoz lehet állni.